Na halihó, sziasztok, üdvözlet mindenkinek! Előre is elnézést szeretnék kérni a furcsa hangminőségért, valószínűleg egy kicsit doboz hangja van a történetnek. Ez pedig azért van, ugyanis most nem a jó öreg telefonommal veszem fel a videót, hanem egy kis gagyi webkamerával, egyenesen Gagyesztánból érkezett, ott gyártották gondos távol-keleti kezek. No, de a hülyeséget félretéve, hogy miről is lesz ma szó, mutatom nektek, megpróbálom így ide tartani, egy, nem tudom mennyire fókuszál rá ez a vacak, egészen jól, ő egy Jézu FTH 2010-es ipari kézirádió az 1990-es évekből, itthon rengeteg szervezetnél megfordult, többek között a rendőrségnél volt, nem túl hosszú ideig, mert hát valljuk be, azért a Motorola készülékekhez képest ez egy kicsit gyengusz kivitel. Igen, most Bandi barátom valószínűleg azt mondja, hogy rádiórasszista vagyok, és nem szeretem a ferde szemű készülékeket. Ez ugyanebben a formában egyáltalán nem igaz, hiszen most is itt van ez a kezemben. Ugyanis szembe jött velem az egyik hazai aukciós oldalon ez a készülék, ráadásul olyan játékpénz áron, hogy nem akartam megvenni, de muszáj volt. Tehát ennyiért nem hagyhattam ott. És mint később kiderült, a készülék köszöni szépen tökéletesen működik, mind adásban, mind pedig vételben. Azonban annak már jó pár éve, hogy én utoljára programoztam ilyen készüléket, ha most kiszámolom, hát legalább egy olyan 10-15 éve nem nyúltam ilyen rádióhoz, és fel kellett frissíteni az emlékeimet. És bizony, mihez nyúl a mai kor embere? Hát persze, hogy az internethez és a Google-hoz rögtön elkezdi beírni különböző programozós kérdéseket, és legnagyobb bánatomra és döbbenetemre orosz nyelvű oldalak jöttek föl, és bizony nem tudok oroszul. Szégyen gyalázat, ez így van, és egy orosz nyelvű videó esetében a Google fordító sem kínál megoldást, mert legjobb tudomásom szerint a videókkal nem birkózik meg. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy csinálok egy magyar nyelvű videót ennek az öreg kis Jézúnak a programozásáról, magamnak egy emlékeztetőnek majd a jövőben, illetve hogyha bárkinek szimpatikus lesz ez a kis készülék, és szeretne hasonlóval foglalatoskodni. No, mi szükséges hozzá? Először is egy régi számítógép, ami DOS-t vagy DOS-t futtat, ki hogy mondja, kinek hogy tetszik. Én általában DOS-nak szoktam mondani magyarosan, mert így szoktam meg. Egy régi 286-os, 386-os PC-re van szükség, soros portál, az USB átalakító, stb. Nem fog működni, ugyanis a DOS alatt nincsen USB kezelés, mert hogy olyan régi az oprendszer, hogy nem építették bele. A programozó szoftverből a Cecil Emil 2-esre van szükség, CE2, így hívják ezt a történetet, indítsuk is el. Nem mai gyerek, 1990. És így indul gyakorlatilag a programnak a felülete. Mi szükséges még a programon és a számítógépen kívül? Hát nyilván egy rádió, mert anélkül sokra nem mennénk, illetve szükség lesz még egy programozó interfészre. Sokan megkérdezitek, hogy bár hasonló szintillesztést végez a Motorola-nak a RIB kis dobozkája, nem, az egy az egyben ilyen célokra nem jó. A neten rengeteg ilyen kapcsolás létezik, tudtommal van egy orosz weblap, ha jól tudom, akkor Cominform magának a programozó elektronikának a neve, tehát azt is nyugodtan meg lehet építeni, illetve van az elektroda.pl nevezetű lengyel oldal, ott is van fönt egy nagyon jó kis utángyártott Jézú illesztő elektronika, én ezt megépítettem, és tökéletesen működik, úgyhogy abszolút hibamentesen használható. De hogy is lehet kiolvasni ezt a rádiót? Hiszen, hogyha megnézzük, akkor a klasszikus értelemben véve nincsen rajta olyan programozó csatlakozó, mint ahogy tulajdonképpen a Motorola-nál vagy más ipari rádiónál megszoktuk. Hát ez baromi egyszerű, mutatom nektek, itt a készülék tetején van gyakorlatilag a headsetnek a kis csatlakozó, és oda a mikrofonba kell beledugni. Már is mutatom. Egy pillanat, valahogy így. No, mi legyen a következő lépés, mert ettől függetlenül én bekapcsolom a rádiót, próbálom mutatni, bocsánat, nem vagyok hozzászokva ez a kamerázáshoz, CH1. B,
baromira nem tűnik programozási módnak, és azt is elárulom még, hogy a rádió önmagától nem is fog programozási módba kapcsolni. Mutatom a trükköt. Le kell szedni a PTT gumit, és ott abban a kis nyílásban van egy kis kapcsoló. Azt át kell kapcsolni. Mindjárt mutatom nektek, hogy az átkapcsolást követően mi fog történni. Egy pillanat. Tehát bekapcsoljuk. Voilà. És azt írja ki, hogy 47.475. Ez pedig az adott csatornának a frekvenciája, a 145.475, vagyis az S19. És innen már látjuk, hogy ez egyfajta nem szokványos mód, akár szervizmód is lehet, mert hogy bizony pontosan az. A készüléknek a programjában van itt alul egy olyan menüpont, hogy Read ROM, vagyis a rádióban foglalt tartalom kiolvasása. Mellette van egy 5-ös szám, hát régi számítógépes motorosok tudjuk, hogy ez az F5-ös funkció billentyűhöz kapcsolódik, meg kell nyomni. Itt pedig egy kis hasznos információt ad nekünk a program. Switch radio to check mode and press space. Ez pedig annyit tesz, hogy kapcsoljuk át a rádiót check módba, ezt én service módnak, service módnak hívom, és nyomjuk meg a space billentyűt. Megtörtént, úgyhogy nyomok egy space-t. Itt egy kicsit foghíjas a történet, mert úgy kezdődik, hogy the PTT switch. Oké. Mit kezdjek vele? Szívjam, fújjam, gyújtsam fel. Itt kimaradt az, hogy press the PTT switch. Úgyhogy meg kell nyomni a PTT gombot, miközben a rádiót bekapcsoljuk, majd az egyes csatornára kell állni, és ezt követően meg kell nyomni a space-t. Ezt lehet úgy is egyszerűsíteni, hogy fogom a rádiót, bekapcsolom úgy, hogy benyomom a PTT-t, majd rögtön el is engedem a PTT-t, és utána megnyomom a space-t, és mindeközben a rádió már eleve az egyes csatornára van állítva. Tehát mutatom, oldalt megnyomom a PTT-t az ujjammal, bekapcsolom, elengedem, és a rádió automatikusan föl is tolta a számítógépre a teljes tartalmat, tehát space sem kellett nyomni. Kicsit megtévesztő lehet ez az üzenet, nem mindegyik rádió működik hasonlóképpen. Ugye a Jézus is az évek során változtatott a rádiónak a felépítésén, tudjátok, a változtatás jogát mindig fenntartjuk, benne van a leírásokban is. Hasonló rádiók, hasonló évjáratból másképp működhetnek. No, de öröm és boldogság van, mert itt látható gyakorlatilag a program, ami benne van a készülékben. A programban külön, tehát most nagyon magyarázni nem fogom, itt az első oszlopban, itt a prioritásos csatornát lehet beállítani. Ez maga ugye a csatornaszám, tehát nem tudom, hogy ez igazából mire van, vagy mire szolgálna, hogy itt miket lehetne megadni. Ezt majd meg fogom egyébként nézni. RX-frek, ez a vételi frekvencia, ez a DLC, ez tulajdonképpen a... Bocsánat, megszólalt a rádió. Tehát ez tulajdonképpen a CTCS kód decoder oldala, tehát vételben. BCLO, ez a Busy Channel Lockout, vagyis azon csatornák kizárása, ahol éppen forgalmazás történik, ha jól tudom, ez a szkennelésnél fontos. Scan, benne legyen-e a scan listában. Save, ez a Power Saving funkció, hasonlóan most bután fogok fogalmazni, de itt sokaknak egyszerű lesz. Tehát a Maros B-hez hasonló funkció, nincsen állandó vételben a rádió, hanem egy alapvetően standby-ban van, és néha-néhra a másodperc töredékére bekapcsolja a vevőt, x ezred vagy század másodpercenként ennek, és utána kéne nézni. Ez egy akkumulátor kímélő funkció. TX-frek, baromi egyszerű, adófrekvencia ENC a DLC-ből, visszafejtve ez az encoder, tehát az adásba kerülő nehéz szó, CTCSS kód. TX Power, ennek ugye két állása van, high és low. Itt ennek akkor van jelentősége, hogyha itt az előlapon mutatom, a H per L gombot szeretnétek használni, ez a magas és kis teljesítményszint közötti váltás. Gyakorlatilag ez a gomb csak akkor működik, hogyha a programban itt a high-t adjátok meg. Amennyiben low-ra van állítva, akkor az adott csatorna nem kapcsolható magas teljesítmény fokozatra. A logikáját egyébként nem értem.
hogyha nagy teljesítményem van, akkor viszont az előlapi gombbal visszakapcsolható kis teljesítményre, illetve visszakapcsolható nagyra is. TX Timer, itt meg lehet adni gyakorlatilag, hogy az adásidő korlát mennyi legyen, ebben a Common nevezetű, azaz közös beállítások ablakban. Itt 2 perc, én általában 2 percet szoktam megadni. Hogyha 2 perc alatt nem tudom elmondani, amit szeretnék, akkor igazából ott már baj van. No, úgyhogy erről ennyit. És tulajdonképpen hogy lehet visszaküldeni akkor a programot, ez is még egy nagyon egyszerű történet, már is mutatom nektek. Azt mondja, hogy ez a Write ROM, vagyis a tartalom beírása, ez az F6-os gomb. Megnyomom az F6-ost, itt annyit mond, hogy Switch Radio to Check Mode and Press Space. Tehát kapcsoljuk Check Mode-ba, Service Mode-ba a rádiót, és nyomjuk meg a Space gombot. Tulajdonképpen már ott vagyunk, ez megtörtént. És itt most ennél a rádiónál nem írja, de itt egy picit máshogy kell eljárni. Tehát itt azt írja, Send Data to Transceiver, tehát az adatok felküldése a rádióba és betöltése a készülékbe. Itt is a szó elején lemaradt az ige, hogy mit csináljunk a PTT gombbal. Hát Press the PTT Switch, meg kéne nyomni, ugyanúgy, ahogy az előbb csináltuk a kiolvasásnál. Egyes csatorna, bekapcsolás, PTT, LRS, Space, stb. Nem így van. Legalábbis ennél a rádiómnál nem így van. Hanem itt mutatom nektek, itt van az oldalán a zajzár gomb itt fölül. Ha ezt megnyomom, akkor átvált loadra. Nyomok egy space-t. És szépen visszatöltötte a rádióba, a rádió kijelzője egy pillanatra elhalványult, és megtörtént a feltöltés. Mutatom nektek akkor ezt éles egyenesben, tehát megnyomjuk az F6-ot, megnyomjuk itt a gombot, át fog váltani a kijelző loadra, és most nyomunk egy space, nézzétek a kijelzőt a monitoron, illetve a számítógépen, illetve a rádión is. Megtörtént a feltöltés. Ilyenkor annyit kell tenni, hogy fogjuk, kihúzzuk gyakorlatilag a rádióból ezt a csoda kábelt, kikapcsoljuk a készüléket, visszanyomjuk a porvédőt, visszakapcsoljuk a kis kapcsolót, és a rádió az innentől kezdve már is használható. Úgyhogy Jézu FTH 2010-es programozása az N4-en történik. Természetesen logikusan ez a programozási metódus használható az FTH 1010-es, az a 70 megás kibitel, illetve az FTH 7010-es, az pedig a 450 megás, avagy 70 cm-es kivitelű készüléknél is. Remélem, hogy hasznos volt a videó, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, nézzétek meg a többit is, és a többi, és a többi, és a többi. Szép napot nektek, sziasztok!